amelyik csapat itt nyer, az jelentősen előreléphet. Más-más célokért küzd természetesen a két csapat. Ebben a szezonban a Honvéd, a hazai együttes a bentmaradásért, a Kisvárda a nemzetközi kupa szereplés eléréséért, de hát pillanatonként változhat itt a helyzet. Nincs szabálytalanság, Leónié most már, ő teszi középre, Mesánovics lő, Szappanos mellett elmegy a labda, de a kapu mellett is. Most már Szappanos küldi Lukics irányába a labdát. És Lukics kapura is törhet, mi több gólhelyzetbe kerül. Itt viszont védenie kellett Hindrichnek most. Navratil. Mesánovics, ott a lövés, és ez is mellé megy. Dominguez. Plakuschenko. Így lett jó Dominguez-nek, aki gólhelyzetbe keveredik, és mellé lövi. Itt érdemes nézni, hopp, átveszi, ezzel csel csinál helyt, becsapja, aztán jó, az újabb csel is. Ugye visszahúzza hely a lábát, ne legyen szabálytalanság, vagy 11-es, így Kovacsics elszáll erre a lövőcserre. Ez Dominguez lábában maradt, ez a gól. Jó is az. Szamály átveszi, fölé emel. Akkor nyert Szamperiuk két góljával a Zalaegerszeg ellen a Honvéd. Az volt az a meccs, amit már az új edző irányításával vívott meg sikerre a csapat. Így a jó! És ott a gól! Lukics a gólszerző, egy lecsúszott lövést levett, nem volt les, és nagyon higgadtan a kapuba gurított. A 48. percben Honvéd vezetés. Csak úgy, mint az Újpest elleni múlt heti mérkőzésen, Lukics révén vezet a Honvéd. Itt egy röviden kifejelt labda. És itt az a lövés, lehet látni, hogy nincs les. Szapán lőtte keresztbe a labdát, ami, ha nincs ott Lukics, akkor egy olyan 13 méterrel megy el a kapu mellett. Lukics azonban ott volt, levette, és megurította a jobb alsó sarokba a Honvéd vezető gólját. A Kisvárda vesztett helyzetből fordított a Paks ellen. Hát most is a Várdának a lehetősége megvan rá. Navratil középre, és Mesánovics majdnem ki is egyenlít. Jovicsics. Navratil jól veszi át, Navratil még mindig ő, lepattan a labda, helylő, oldalháló. Na most jöhet a szabadrugás. Lukics ott hagyja Mitrovicsnak, Mitrovics lő, mellé. Mesánovics, Melnyik, nem jut el hozzá, így lesz jó Spasicsnak. Ő rögtön lő egyet, Szappanos véd, ott a gólhelyzet, és ki is egyenlít Ilijevski. 73. perc, Ilijevski a fontos gólok mestere, de itt mindenképpen meg kell dicsérni a másik cserejátékost, Milos Spasicsot, aki rárúgta, Szappanos pedig csak maga elé tudta ütni a labdát. Ilijevski utána nagyon higgadt volt. Itt rövid a mentés, ez a kulcs, ez a bátor lövés. Ugye nincs lesen a gólszerző Ilijevski, aki aztán rendkívül elegánsan talppal elhúzza a labdát, majd belövi az üres kapuba. Nagyon furcsa volt ez a labda, mert Szappanos előtt nem pattant le, kicsit előrevetődött, de nem oldalra ütötte a kapus, hanem maga elé, és ez lett a veszte. Ilijevski hagyja, Mesánovics veszi át, és lövi. Ilijevski mehet. Alics mellette, Ilijevski. Ilijevski lő, mellé.